Think for yourself. Question authority. Think for yourself. Question authority. Az első feladatban egy sejtpopuláció tömegét vizsgáljuk az időben, amelyről tudjuk, hogy a sebesség állandó az 2, illetve hogy 4 g per óra sebességgel vonunk ki belőle sejteket. Ezért ezt a folyamatot ezzel a differenciál egyenlettel tudjuk leírni. Az A kérdés az, hogy az iránymezőt kell ábrázoljuk a megadott T és M értékekhez tartozóan. Hát látjuk, hogy a differenciál egyenlet, ugye rövidített írásmóddal, hogy M vesző egyenlő 2M-4 alakban írható fel. Így látjuk, hogy a derivált értékét, tehát a meredekség értékét csak az M alapján megadhatjuk. Hát akkor nézzük az értékeket. Először ugye M egyenlő 0 esetén a derivált, tehát a meredekség az 2×0-4, azaz -4. Ez azt jelenti, hogy a nulla értékekhez tartozóan ilyen -4 meredekségű vektorokat kell rajzoljunk, tehát ilyen egy egység változás esetén 4 egységet esik. 1, 2, 3, 4. Tehát ilyen irányú vektorokat kell berajzolnunk. Nézzük a következő értéket, M egyenlő 1 esetén. A derivált érték az 2×1-4, azaz -2, tehát egy egység változásra 2 egységet esik. Ilyen irányú vektorokat kell rajzoljunk. M egyenlő 2 esetén az M vesző az egyenlő a 2×2-4, azaz 0. Hát azt jelenti, hogy egy egység változás esetén 0 egységet esik, vagy változik a meredekség, tehát akkor vízszintes vektorokat kell rajzoljunk oda. M egyenlő 3 esetén a meredekség, tehát a derivált az 2×3-4, ugye az 2 lesz, egy egység változással 2 egységet nő, ilyen irányú vektorokat kell rajzoljunk, illetve M egyenlő 4 esetén az M vesző egyenlő 2×4-4, azaz ugye 8-4 az 4, egy egység megváltozása 1, 2, 3, 4 egységet nő, tehát ilyen irányú vektort kell rajzolnunk. Hát akkor ugye a TM koordinátarendszert azt rajzoljuk fel. A T tenger az ez, az M tenger pedig ez. És akkor ugye 0, 1, 2, 3 és 4 egységeket vegyük fel, ahogy az értékek esetén is. És akkor az M egyenlő 0 értékhez tartozóan, akkor ilyen irányú vektort rajzoljunk, ugye T egyenlő 0 esetén, T egyenlő 1 esetén, 2, 3 és 4 esetén. M egyenlő 1 értékhez tartozóan -2 meredekségű, tehát ilyen irányú vektorokat kell rajzoljunk. T egyenlő 1, 2, 3 és 4 esetén. M egyenlő 2 esetén ugye vízszintes vektorokat kell rajzoljunk. M egyenlő 3 esetén 2, tehát ilyen irányú vektorokat. Ez kicsit érdekebb lett. És az M egyenlő 4 esetén pedig ilyen irányú. Az iránymezőt megrajzoltuk. A B feladatban pedig azt kérik, hogy adjuk meg az egyensúlyi helyzetet. Az egyensúlyi helyzet az, amikor a deriváltunk az nulla, tehát akkor a 2m-4 az egyenlő a nulla, azaz az m egyenlő 2 esetben van egyensúlyi helyzet. Ezt látjuk az ábránkon is. Mondjuk az M egyenlő 2, akkor ugye nem változik ugye az érték. És akkor még kérdezik azt, hogy ez az egyensúlyi helyzet nekünk mi a stabilitási tulajdonsága. Ugye látjuk, hogy az egyensúlyi helyzettől elfele tartanak a vektorok, az azt jelenti, hogy akkor instabil az egyensúlyi helyzet, taszító. Láttuk tehát, hogy az egyensúlyi helyzet
az instabil, taszító. Mehetünk a C feladatra. Ugye látjuk, hogy ez két részből áll. Az elsőben egy kezdeti érték problémát kell megoldjunk, a másodikban meg ugye válaszolnunk kell erre a kérdésre. A differenciál egyenletünk az úgy nézett ki, hogy m vesző egyenlő 2m minusz 4. Először is adjuk meg ennek a differenciál egyenletnek az összes megoldását. Vizsgáljuk először is, hogy a jobb oldal, tehát a 2m minusz 4, az milyen m-re lesz 0. Látjuk, hogy az m egyenlő 2 esetben lesz jó. És nézzük meg, hogy az m egyenlő 2 az megoldása ennek a differenciál egyenletnek. Ugye, mint konstans függvény 2-nek ugye a deriváltja az a nulla, és ezt visszahelyettesítve a differenciál egyenletbe látjuk, hogy a nulla az egyenlő a nullával, ami ugye igaz, tehát az m egyenlő 2 az tényleg megoldása a differenciál egyenletnek. És amennyiben a jobb oldal az nem nulla, akkor leoszthatunk vele, így kapjuk, hogy az m vesző, ugye osztva 2m mínusz 4-jel, az egyenlő az 1-jel. Ahogy tanultuk, a bal oldalon itt az 1 per 2m mínusz 4 kifejezést kell m szerint integrálnunk, a jobb oldalon pedig az 1-et t szerint kell integráljuk. A bal oldalon ugye ellen abszolút értékben 2m mínusz 4, ugye osztva 2-vel, azt ilyen 1-2-et szeresen fogom felírni, az egyenlő a jobb oldalon az 1-nek a t szerint integráljával, ami a t, és a plusz c-t erre az oldalra írhatjuk. Szorozzuk be 2-vel az egyenlet mindkét oldalát, akkor látjuk, hogy az ln abszolút értékben 2m-4, az egyenlő a 2t plusz 2c-vel, de eljárt írhatunk csak c-t is. Az abszolút értékben a 2m-4 az egyenlő az éjad 2t plusz c-vel, ami hatványozás azonossága szerint tovább írható, úgyhogy E ad 2T, szorozva az E ad C-vel. Hagyjuk el az abszolút értékjelet. 2M-4 az egyenlő a plusz-minusz E ad 2T, szorozva E ad C-vel. És mivel látjuk, hogy az E ad C az egy pozitív szám, ugye plusz-minusz szorosa miatt, írhatjuk ezt rövidebb alakba is úgy, hogy 2M-4 az egyenlő az E ad 2T, szorozva C-vel, ahol a C az az összes valós szám lehet, kivéve a nulla. Így ez az ágból kapott megoldás, illetve ennek a ebből az ágból kapott megoldás így együtt adja a differenciál egyenletnek az összes megoldását. Az előzőekben láttuk, hogy tudunk rövidebb alakot is adni, hogy ezt a kettőt összevonjuk, ugye ezt pedig úgy tudjuk elérni, hogy 2m-4 egyenlő E ad 2t szorozva C-vel, engedjük meg a nullát is, és akkor éppen az m egyenlő 2 megoldást kapjuk. Tehát itt a c az már az összes valós szám lehet. Ez az összes megoldás ennek a differenciál egyenletnek. A kezdeti érték problémának a megoldásához, ugye látjuk, hogy itt a t-re nullát kell írnunk, illetve az m-re 1-et. Adjuk meg ilyen értékek esetén a c-t. Az 1. Bocsánat, itt még az m-et azért fejezzük ki. Ugye adjunk hozzá 4-et, az egyenlet mindkét oldalhoz is osszunk el 2-vel. Ugye e ad 2t, szorozva, ugye c per 2, de hát írhatunk csak c-t is, plusz még a 2. Itt látjuk tehát az összes megoldást, és az m helyére 1-et írva, 1 egyenlő e ad, 2-szer 0 az 0, tehát e ad 0, szorozva a c-vel, plusz a 2, az 1 egyenlő c plusz 2, c egyenlő mínusz 1-jel. Tehát, hogy a kezdeti érték problémának mi lesz a megoldása, arra az a válaszunk, hogy a c helyére mínusz 1-et írva, mínusz e ad 2t plusz 2. Ha visszanézünk ide az iránymezőre, akkor viszont látjuk, hogy a t egyenlő 0, m egyenlő 1 esetén ebből a pontból induló megoldást kaptuk meg ugye így, hát annak ugye valami ilyesmi lesz a grafikonja, és ez nekünk egy sejtést tud adni a második részben feltett kérdésre, hogy elfogy az összes sejt, hát jól látható, hogy igen, méghozzá ugye ebben az időpillanatban.
És hát ugye ezt kell most itt kiszámolni, hogy melyik lesz ez az időpillanat. Az érték, ugye akkor fogja az összes sejtünk, az értéke nulla, tehát a nulla egyenlő mínusz E ad 2 T plusz 2 egyenletet kell megoldjuk. Az E ad 2 T az egyenlő a 2-vel, a 2 T az egyenlő az ln 2-vel, a T az az ln 2 osztva 2-vel. Tehát az a válaszunk, hogy igen, elfogy az összes sejt, méghozzá, tehát igen, ha a T ugye az ln 2 per 2 óra.